Na, sziasztok! Ez itt az American Truck Simulator. Amerikai kamion szimulátor. A játékot nagyon szeretem, mert imádom a kamionokat. Laptopon szoktam többnyire játszani is. Ez egy Rockstar 733 kóres laptop, RTX 3080 13 GB is mobil grafikus chippel, Ryzen 5800 procival, 32 GB GTA 4 memóriával és egy 1 terabájtos NVMe SSD van benne. Az elhozom egy gigabájt másképp. A beállításaim így néznek ki jelenleg. Gyakorlatilag minden maximum fit. A renderelési százalék és a érsimítása variáltam. Ne legyen akkor a mégis a GPU terhelik. Igazából lehet terhelni jobban, mert bírja. Szóval annyi a lényeg, hogy jelenleg 8 kamionban 2 garázsom, 2 pótkocsi, sofőr száma 8, úgyhogy egész szép is gépark már. Látható. Kamionokból is van mindenféle gyakorlatilag. Peterbőd a favorit. Az enyém egy 625 ugarjus Peterbőd 389-es. És a többit azt meg a gép vezeti. Felvettem sofőröket. Jelenleg gémen belül az aktuális fuvarom. És ez egy több ezer kilométeres szállítás lesz. Rá kell menni az útra, és akkor mindjárt látható, hogy milyen sok van még hátra. 2165 kilométer van még hátra. Nagyon vigyázni kell, könnyen sérül a pózot. Ezeket a dolgokat szállítom éppen. A motorpékot be van kapcsolva. Ezen kívül a sérülést ezt szintén bent hagytam, tehát sérült a pótkocsi. Sérül a kamion, viszont a büntetéseket az azokat kivettem. Legutóbb vettem föl 2 darab új sofőrt a 2 használt kamionhoz, és azokat a kamionokat elvitték szervizbe, ezért volt 2 darab kb. 28 ezer eurós levonás. Azért vagyok most mi húz.
Minusz 9377. Összomorta az imént dollár. Hát Amerikában vagyunk. Nézőjén. Játék a legalábbis is. Euró helyett dollárt akartam mondani. Csak nyilván nem fogom mutatni, mint a 2000 kilométertől levezetem. Nagyon jó. A sofőrre nem talál munkát, így bevétel nélkül tért vissza. Az új üzemanyag és rendeltetési költsége 500 dollár. Tehát magyarul nem csinált semmit, került egy visszament a garázsba. Hát, van pár múlva a sofőr, úgyhogy számítani kell. Sajnos. Kb. 1000 kilométert szoktam egy hozomba nevezetni, aztán elmentem a játékára, csinálok valami más. Az a Peterbilt Camion, ami van nekem, több mint 600 dollárjával, az annak a végsebessége. Jó, hát rejtő lefelé, meg átvédel 175 km per óra. A rendes népviszonyok mellett 160 földgyönökül is tartja is az emberek. Ja, és igen, ami még ki van véve, az a sebességlimiter, szóval itt már mondottam az imént. 160-nal szoktam menni átlagban, kamionokban, de ez most egy olyan fuvar, ami ez egy gyors fuvar, idézőjelesen. Tehát kapom egy cégtől a kamion. Ezen kívül nem én állom az üzemanyag költséget, meg a szerviz költséget sem a kamion. Én csak szállítok, ha szállítok. 250 ezer dollár körül van, hogyha egy darabban az állítom, amit kell. Hát ő mire szokott sikerülni, amikor nem, hát akkor most is hogy kicsit ütköztünk, de hát majd megoldja magának a károkat. Nem állunk meg. Átmegyünk a piros lámpákon is. Ugye nincs büntetés. Nem ismerik a kresszabályokat. Szembe megyünk a forgalommal, minden, amit csak csomóan kifény. Kölcsönzött a kamionok, elmondani szeretnek dobni a kamion, főleg hogyha kap egy jó nagy sérülést is, rontás ütközése, meg van. Kajárba sem szoktam szétnézni, meg minek. De amúgy lehet majd egyébként balra nézni, hátra is. Így vakon megyek az összes kanyarok. Na hát, le is állt a kamion, mert ütköztünk. Mindegy. Hát a 250 ezeret már nem kapjuk meg.
Hogy a tolkocsit megtartottam. Felfelé, fölfelé. Végezni kell. Ez van. Laptopra visszatérve. Folyékony pénz. Ezt a van. Gépén is van, a katotoron. Hogy miért? Jobb főváltozás miért? Meg nem szállok ki olyan gyorsan, mint azt. Nemrég volt. Új a kezel, Budapest szervizbe. Köszi a dolgát. Nem is beesett már a épülő frekvenciára, hogy eddig egyszer volt ilyen a is. Ugye 3 évesnek. 2024. Februárban a járgarancsiára van. Ugye, meg kell tudni erről, tudjának, hogy Benedikt Kumbában tudtam meg. Kvázi elfogy. És évente az üreket használnak át. Ez a kérdői folyamat leállni a harmadik üreposztázást, de most van a második üreposztázás. Egy programot, amivel tudom állítgatni a feszelni a Ryzen 5 osztán kicsit egész jó teljesítményt is mérek, meg a rendesület is csökken, most jelenleg mi van beállítva, hogy max 78 fokig melegedjen. Ezért változik. Egy is jó volna. Az obrajem. Jelenleg van FP38-ban is hozzátisztálni. Nem esik laptopban, mert el vannak kívül a USB-ben az adatok. Szoktam néha figyelni a rumicsébe. Erre fogyottam. Miért is vettem vissza egy bajba? Ha itt itt. És ugye alatt a takarítás. Laptopokat. És miután szép kell dönteni, hogy azt a gépet. Hogy idében, te éven. Kell fülleti ventilátor, hogy takarítani. Végre passzol. Akkor átmegyünk a pirosokat. Egy dolog miatt szoktam megállni. Itt láthatom. Nem tudok áthatolni a vonatot. A rendszerelvényeket. Köszönöm szépen, hogy a rádiót. Tökéből. Köszönöm, hogy a
mindig kiadta a fúrás kutyát, hogy nem di. Ez a kosor három. Be lehet a kutyát hívva. Volt mi? Kvázi ezt a kettő darab DLP-t. És olyan játékokban működik a Vertix egyenlőt. Szolgató videókártyán. Amiben én próbáltam itt a Witcher 3, Cyberpunk 2077. És hát Starfield. Egészen működik. Várok időpázó. Aktív. Jelzése első így. Nem szoktam kinyílni a készletetést, úgyhogy 50-60 minutatot tudok el készletet. Van mondanám kevésnek, de nagyon nem. Viszont a laptop életben adtam át, hogy én megvettem egy új van. És ők meg elavulni. Mondom, a Cyberpunk-ok szó nem ment. De most nem csak a mondtól, mindegyik játék maximum a részletességem van. Nem ilyen. Támogatja a DLS és fájlókodatot. Nem tudja, figyelhet. Nincs. Még van egy fel. Nem kell tartanunk. Még is szép nap vagyok pedig tőle. Kielőítjük. Elvég költség megerősítő. Ott az elmúlvány megerő. Munkáltató állja költségek. Akkor csak nem ezzel, hanem majd véged. Az 800 km már. Tartottam, hogy sajnos egyelőre csak pár játékot működik ez a közösségem elállás. FTX, 2000-es és 3000-es mutató videókártyák kellene hozzá. De mondom, hogy bővül a lista. Pont a legnagyobb címnek. Megkapta. Igen, a Cyberpunk meg a Starfield nagyon kötik megjelent. De a Starfield nagyon valami szép készítettem tudok. Felpecselve a modot a Starfield 120 FPS elég. Sokszor ugye tartás, hogy óriási különbség. Tartani akarom például a betegbírókat, a 160 km per óra sebesség.
ennyit akartam mutatni. Jó, akkor. Köszönöm, hogy